Ezeket a képeket látva érthető, hogy az utazási kedv abszolút mértékben felfelé tendál. Még akkor is, ha az utazási irodába lépve némi árváltozásra kell számítani. A turisztikával foglalkozó szakemberek abban lehetnek segítségünkre, hogy megtaláljuk a kikapcsolódás szempontjából legkényelmesebb pénztárcánkra szabott ajánlatokat. Az árak azok kicsit emelkedtek, hiszen az a hétköznapi életben is érezhető az inflációnak az egyéb hatásai. A csomagajánlatok az mindenkinek úgy egyénre szabottan változnak, itt lehet ugye különféle ajánlatok közül választani, önellátással, félpanziós ellátással, all-inclusive, ultra-all-inclusive ellátással, repülős utazások, buszos utazások, szóval az árak ezek a függ, ezeknek a függvényében alakulnak. Manapság a repülős utak a legnépszerűbbek. A Debreceni reptérnek köszönhetően újabb uticélok lettek gyorsan és kényelmesen megközelíthetőek a régióból. Bárány Kristóf elmondta, hogy az utazás és az utasbiztosításokat nem éri meg megspórolni, hiszen számtalan helyzetben nyújt védelmet a nyári kikapcsolódást illetően. Az utasbiztosítás ezt mindig ajánljuk az utasoknak. Sőt ez most már kombinálható és különféle sztornó biztosítással, amely bebiztosítja az utazásnak tulajdonképpen a árát különféle feltétele mellett, úgyhogy az utazás biztosítás én azt gondolom, hogy közkedvelt az utasok körében. Amennyiben valaki európai országot választ úti céljául, úgy célszerű az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása, mely ingyenesen igényelhető a kormányhivataltól.